Elképzelhető, hogy ősztől a luxus cikkek között emlegetik majd az egyik legkedveltebb magyar élelmiszert, a tejfölt. Hát, ez sem kizárt. Ugyanis a jó minőségi magyar tejföl ősztől igencsak megdrágulhat. Ráadásul kisebb mennyiség kerül majd a boltokban, mint eddig. Úgy tudjuk, hogy a drágulás akár akkora mértékű lehet, hogy a luxus cikkek között kell majd emlegetnünk ezt a sok ételünk alapanyagaként szolgáló élelmiszert. Eltűnik a strandokról a tejfölös sajtos lángos, vagy csak a legtehetősebbek tudják ezentúl megvenni? Portálunk a balatonedericsi strandon ennek próbált utána járni. A megkérdezett lángosozók, mintha csak összebeszéltek volna, annyira összhangban mondták, hogy ők eddig sem az alapanyag árát vették alapul, hanem a minőségét. Mi évek óta ugyanazokkal az árakkal dolgozunk, bár hát az emelés az nem ártana, hiszen az alapanyag árak azok igen felfutottak mostanában az egekbe, de mi maradunk a megszokott áraknál, ami úgymond megfizethető a középkategóriás emberek számára is. Hát nálunk mindig minőségi alapanyagból készül a lángos, úgyhogy igazából nem befolyásolja. Tehát nem veszünk olcsó tejfölt, mert akkor nem jönnek vissza a vendégek. Azt is elárulták stábunknak a lángosozók, hogy szerencsére nagyon sok visszajáró vendégük van. Rengetegen. Nagyon sokan csak így a lángos, meg az ételek minősége miatt járnak vissza. A vendégek is hasonló véleménnyel voltak a lángosról. De nagyon finom, nagy, hatalmas nagy adag, és szerintem nagyon-nagyon finoman készítik. A sajtos tejfölös a legfinomabb. A megkérdezettek közül volt olyan, aki elképzelni sem tudja a Balatont lángos nélkül. Hát, hogyha levünk a Balatonra, akkor mindig azt teszünk. Ez hozzátartozik a Balatonhoz.